1980. október 5-e, Szent Háromság utáni 18. vasárnap. Kegyelem ti néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, a mai vasárnap ótestamentumi szent igéjét, amint megírva találjuk Mózes első könyve első részében, a 26. verstől a 28. és a 31. versben. Akkor ezt mondta Isten: alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön, és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élő lényen. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Amen. Kedves testvéreim! A Biblia teremtés történetének az ember teremtésére vonatkozó szavai minden időkre érvényesen olyan képet rajzolnak az emberről, amely nagyon elgondolkoztató. Eszünkbe juttatja a 8. Zsoltárban lévő imádságot: ha látom az eget, kezeid alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél. A világ mindenséget szemlélve lehetetlen nem éreznünk saját kicsinységünket. Nem annyira a csillagvilág végtelenségének ránk nehezedő súlya alatt, hanem Isten előtt, aki a mindenség közepette, s azzal együtt bennünket is teremtett. Kicsinységünkre való rádöbbenés mégsem leverő, hanem inkább fölemelő, hiszen egyúttal kitüntető posztunkról beszél. Kevéssel vagyunk kisebbek a mennyei lényeknél, tehát angyalokhoz vagyunk mérhetők. A zsoltáros ezt nem az ember páratlan képességeire, nagy tehetségére alapozza, hanem Istentől kapott feladatára, méltóságára. Úrrá tétettünk Isten más teremtményei, Isten kezemunkája fölött. Ez a kettős beállítás jellemző a Biblia ember fogalmára. Por és hamu az Isten előtt, az ég és föld teremtője előtt, de ugyanakkor Isten képviselője a teremtmények világába. Tanuljuk meg mindjárt a Biblia első lapjairól, hogy mit jelent ez. Ez a kettős szerepe az embernek. Először arra gondolhatunk, hogy az ember teremtése Isten kockázatvállalása. Amikor a Biblia lapjain először jelenik meg az ember szó, akkor a teremtés történet elbeszélés módjában bizonyos megtorpanás érezhető. A ritmus meglassul, az elbeszélő új lélegzetet vesz, az alkotó is gondolkodóba esik. Szinte azt érezzük, mintha arról lenne szó, hogy tegyem,
vagy ne tegyem. Tanakodik még az Isten is önmagában. És ennek a mérlegelésnek az eredményét fejezi ki a Szentíró szava, alkossunk embert. Ez az előadásmód is mutatja, hogy a teremtés kockázatos ponthoz érkezett. Ami eddig volt, az csak manuális munka volt az Isten számára. De ami most következik, azt meg kell gondolnia az alkotónak is. A nap, hold, a csillagok, a földet, a vizeket, a levegőt benépesítő élővilág megteremtése még nem vette igazán igénybe az Istent. Az embernél már többről van szó. Alkossunk embert képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, mondja az Isten. Az ember különleges helyzetét érzékelteti, ez a teremtés munkáját bevezető különleges fölhívás. A magyarázók figyelme joggal fordul a többes szám első személy használatára. A Biblia Istene nem magános, rideg felségbe zárkózó, személytelen létező. Amikor az ember teremti, mennyei udvara veszi körül. A Biblia eredeti héber szóhasználata szerint ez az angyalok világára enged következtetni. Amikor Isten az embert teremti, a mindenség legmagasabb rendű lényét, akkor más magas rendű lényekre fordul a figyelme. Szellemi lényekre, angyalokra. Jézusról, Isten egyszülött fiáról azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy ő, aki Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása volt, különb nevet örökölt az angyalokénál. Az első rész 3.-4. versében. De amikor emberré lett, akkor rövid időre Isten kisebbé tette őt az angyaloknál. A második rész 7. verse szerint. Az ember megteremtése az angyalok szintje felé való közeledést jelentette, és Isten fia emberré létele pedig alászállást, önmaga megüresítését, ahogy arról a Filippi levél 2. részének 6., 7. és 8. versében ír megragadó módon Pál apostol is. A magyarázókat még egy másik lehetőség is foglalkoztatja ennek a versnek a tolmácsolásánál. A teremtőt azt gondolkoztatja meg, hogy veszéllyel jár a teremtménynek ilyen megkülönböztetése, értelemmel, szabadsággal, hatalommal való felruházása. Visszaélhet vele, helytelenül használhatja. Lehetetlen itt nem gondolnunk a bűnbeesés lehetőségére. De Isten vállalja a veszélyt, vállalja a kockázatot. Az ember teremtése Isten kockázatvállalása. Tervei rugója nem a magabiztosítás, dicsősége háborítatlan birtokolása, hanem a szeretet. Isten azért mer kockáztatni, mert szeret. Szeretetből teremti az embert képe viselésére, bár tudja, hogy mennyi fájdalmat fog szerezni atyai szívének. És most ne gondoljunk csupán az édenkerti jelenetre, hanem az ember történelem sok lázadására, tagadására, önhitségére, és a legszentebb név meg annyi káromolására és gyalázására. Isten mindezt tudhatta, hogy ne tudta volna, de felséges uraságával és atyai szeretetével
mert kockáztatni. Még ha a legnagyobb áldozatot, egyszülött fiának halálba adását kívánja is ezt tőle. A töprengést, a megfontolást így önti elhatározásba, alkossunk embert képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Adjunk neki értelmet, szabadságot és hatalmat. A második gondolat, az ember közös alapja más teremtményekkel. Teremtettségénél fogva az ember beletagozódik a többi élő lények sorába. A bibliai elbeszélés szerint még csak nem is külön napra esik az ember teremtése, hanem egy napra a barmokkal, a csúszómászókkal és egyéb földi állatokkal, a 25. vers szerint. Az ember azt várná, hogy a bibliai szerző hangsúlyozottan elválasztja az ember teremtését minden más élőlényétől. Nem így van. A Biblia az ember különleges méltóságát hangsúlyozva is besorolja a többi élőlények sorába. Különbözőség és együvé tartozás a Biblia kettős mondani valója. Az istenképűség mellett ott van az állati testtel való egyező felépítettség. Ugyanúgy érez fájdalmat, szenved betegséget, élvez táplálékot, igényel oltalmat, jó bánásmódot. Az ember arisztokrata elkülönülése az állatok alacsony világától ismeretlen gondolat a Biblia szemében. Jézus is állatok mellett született a betlehemi istállóban. Ugyanilyen volt Ádám társasága is. A biblikus gondolkodás számára nem idegen az emberi és állati test biológiai egyezősége. Az állati szervezet törvényszerűségeiből az emberi élet alapjaira való következtetések. És amikor a mai tudomány felismeri az emberi élet és a természeti világ életének az összefüggéseit, azzal a Biblia első lapjain kijelentett isteni üzenetet erősíti meg. Végül egy gondolat, kérdés. Mit jelent az ember Isten képére való teremtetése? Általában Isten képének az ember szellemét, lelkiségét, értelmét szoktuk tartani. Van is benne valami. Az ember magasabb rendűsége értelme használatában, lelki fogékonyságában mutatkozik meg. A tékoai asszony azt mondja Dávidnak, az én uram bölcs, olyan a bölcsessége, mint Isten angyalaié. Mindent tud. Sámuel második könyve 14. részének 20. verse szerint. Erre a megállapításra jut el az embert kutató tudomány is, amikor az embert homo sapiensnek, bölcs embernek nevezi. A Biblia nem tesz különbséget az ember testi és szellemi adottságai között. Az egész ember Istenhez tartozik. Testestül, lelkestül az Isten képe. Nagyon megkapó bizonysága ennek a későbbi prófétáknál megőrzött igazsága a teremtéstörténetnek. Ezt mondja az én Uram, az Úr. Te voltál a mintakép, tele bölcsességgel, tökéletesen szép. Édenben, Isten kertjében voltál, Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek között járkáltál, fedhetetlen életű voltál teremtésed napjaitól fogva, míg álnokság nem lett található benned. Ezékiel próféta könyvének a 28. része,
12. 15. verséből. A testi szépség, a lelki szellemi tökéletesség, bölcsesség, fedhetetlenséggel együtt, ezek alkotják a Biblia ember eszményképét. Ezek közül egyiket se lehet külön hangsúlyozni. Ha azt kérdezzük, hogy mit ért a Biblia elsősorban az ember Isten képűsége alatt, akkor azt kell mondanunk, hogy az Istenhez való közelségét, az Istennel való kapcsolatának különleges lehetőségét. Van-e közelebbi viszony, mint a gyermeknek az atyával való kapcsolata? Isten képünk sem jelenthet mást, mint az Isten gyermekséget. Alátámasztja ezt a fölfogást Mózes első könyve 5. részének 3. verse is, ahol ezt olvassuk, amikor Ádám fiat nemzett magához hasonlót a maga képmására, elnevezte sétnek. Ádám és minden ember azzal teremtetett Isten képére, hogy Isten gyermekévé teremtetett. Ez talán meglepő és bátor kijelentés, de az egész Biblia azt hirdeti, hogy minden ember atya Isten. Az embernek az igazi életeleme az, hogy közel kerülhessen Istenhez. Az egész Biblia központi kérdése az, hogyan lehetünk Isten gyermekévé. Ez magyarázza meg Jézusnak, Isten egyszülött fiának a feladatát és küldetését is. Jézus emberré lett, tehát Isten képévé. Ő, aki öröktől fogva az atyától született, és a láthatatlan Isten képe volt, teremtmények között az elsőszülött, Kolosszai levél első részének 13. verse, megmutatta, hogy mi az Isten célja az emberrel. De nem csak megmutatta, hanem lehetővé is tette ennek a célnak az elérését az ember számára. Az első Ádám által bejött a bűn, és minden emberre elhatott, írja Pál apostol a Római Levél 5. részében. A második Ádám Krisztus által bejött a megigazulás, a kegyelem, és még inkább elhatott minden emberre. A mi életcélunk most már a második Ádámra, Krisztusra hasonlítani. Miközben fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. A II. Korintusi levél 3. részének 18. verse szerint. Az egész teremtés végcélja akkor valósul meg, amikor Krisztus képére változva Isten gyermekei leszünk. Akik befogadják őt, írja János evangélista, azok hatalmat kapnak arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. És akik az ő üdvözítésébe részesülnek, azok egykor majd őt dicsőítik, az ő ábrázatára átváltozva, megtisztulva, megszentelődve az új paradicsomban is. Ámen. Imádkozzunk. Ég és föld hatalmas Ura, teremtő Istenünk, ámulunk a Te irgalmadon és szereteteden, hogy bennünket, por embereket így megkülönböztettél, minden teremtményed fölé emeltél, lelkedet lehelted belénk, és ezzel gyermekeidül hívtál el bennünket. Bocsásd meg, hogy sokszor nem tudunk élni
felemelő hivatásunkkal. Szent képed elhomályosul és beszennyeződik rajtunk. Támasz vágyat azért szívünkben kegyelmed után, Szent fiad váltságára, hogy az ő vérében megtisztulva és üdvözítésében részesülve visszanyerjük eredeti méltóságunkat, és dicsőítsünk téged itt időben, és majd örökké. Amen.